További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, munkatársnőm Török Nóra nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, a másik mikrofonnál pedig dr. Egervári Erzsébetet, a Központi Kórház transzfúziós felelősét köszönhetem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, amely tulajdonképpen arra az időszakra datálódik, amikor még a kórházi ágyon feküdt, de én nem tudtam, hogy éppen ott van doktornő, ugye? Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek, mert... Akkor határoztuk el, bocsánat, hogy közbevágok, hogy meg fogom kérdezni önt, hogy milyen az orvos akkor, amikor beteg. Hát most erről beszélgetünk majd. Igen. Egy kicsit menjünk vissza, doktornő, az időben. Ez egy teljesen speciális kezelés volt, immunterápián volt benn, de ahhoz, hogy megértsük, meg megértsék a hallgatók is, egy kicsit vissza kell mennünk az időben. A Debreceni Orvostudományon belgyógyász szakvizsgát szerzett, illetve ott végzett, és belgyógyász... orvosként végeztem, és belgyógyászati osztályon kezdte Radványi doktornál a pályafutását, és aztán került át tulajdonképpen a vérellátóhoz, ugye? Igen. Röviden ennyi a pályafutás. Igen, 2001-ben végeztem, és hát 2004 nyarán döntöttem úgy, hogy tulajdonképpen, bár nagyon szerettem, és gyerekkorom óta hematológus szerettem volna lenni. Mi a vonzereje ennek? Gyerekkoromban feküdtem kórházba, és ott egy olyan emblematikus főorvosnő, Berkes főorvosnő volt, aki hát olyan hatással volt rám 11 évesen, hogy én akkor eldöntöttem, hogy én gyerekgyógyász, hematológus leszek, és felnőtt hematológián sikerült állást szereznem, elhelyezkednem, tehát ez a vériránti vonzalom megmaradt ugyanis, amikor már azért úgy gondoltam, hogy fáradt voltam, tehát azért éreztem én jeleket magam, hogy nem bírtam az ügyeleteket úgy. Akkor a vérellátóba mentem, ahol 11 évig dolgoztam tulajdonképpen, mielőtt a kórházba kerültem. És ezek a jelek bizony az SM-re, a szklerózis multiplexre utaló jelek voltak, akkor még csak jelek 2004-ben, aztán 2005-ben a bizonyosság is megszületett. Igen, igen. És tehát sokáig ezt magamban tartottam, és azért is egyre több ismerősöm tudja, vagy egyre több fórumon beszélek róla, hiszen ez már most több évnyi, évtizednyi tapasztalattal a hátam mögött. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiről őszintén beszélni kell. Nem biztos, hogy érdemes magunkban tartani, és hogyha valakinek ez nehéz, vagy nem tetszik, akkor gyakorlatilag nem fogja meghallgatni, de sokkal könnyebb a mindennapokban és az emberi kapcsolataimban is úgy, hogyha szembenézek a dolgaimmal, és fölvállalom őket, azt gondolom. Ezért döntöttek úgy orvosférjével, mert ugye közben volt egy házasság is a diploma megszerzése után, igen, hogy családot alapítanak? Igen, igen. Tehát egyetemi szerelem volt, és gyakorlatilag hát 23 évig voltunk együtt, és hát a családalapítás, családbővülés az úgy történt meg már akkor a betegség tudatában. Egyébként nagyon jó állapotban voltam, inkább ilyen bizonytalan érzés, zavarok, pici zsibbadások voltak, amikor úgy döntöttünk, hogy örökbefogadással bővítjük a családot. Oka volt a betegsége annak, hogy ezt az utat választotta? Igen, természetesen. Nem merte felvállalni? Nem. Nem? Nem. Én nem tudom, laikus vagyok hozzá, de orvosi szemmel néztem. Lehetett volna, de tehát az emberben ott van ez az örök félelem, és így hozunk döntéseket, és közösen hoztuk ezt a döntést. Hát, hogy a szklerózis, ha jól tudom, multiplexnek az okait nem tudják kideríteni még mindmáig, ugye? Nem, de tehát tulajdonképpen az, hogy valaki vállal gyermeket, vagy nem. Tehát lehet, hogy nincs hatással a betegségre, autoimmun betegségeknél van, hogy rontja. Tehát ez mindenkinek a saját személyes döntése, attitűdje, hogy végül is hogy dönt, és akkor így két így lett önöknek Andris és Dani, ugye? Andris ma 9 éves, Dani 5 éves. Igen. Igaz, hogy ön körül közben a három fiú létszámra megfogyatkozott egy kicsit, mert aztán az élet úgy hozta, hogy 3 éve egyedül neveli már a Igen. gyerekeket, ugye? Igen. Hát ez azért lehet különösen nehéz, mert tetszik, nem tetszik, bármit elkövet az ember a saját egészsége, vagy életminősége, óvása érdekében. Ez a betegség lassan-lassan azért ezt halad előre. Az én esetemben sajnos így van, ugyanis maga a betegségnek több típusa is, mert van ez a hol jobb, hol rosszabb, sobos formáként ismert a köztudatban, leggyakrabban ez, de 10-ből egy betegnél a tünetek felfedezését követően nincsenek igazából jobb időszakok, hanem nagyon lassan, de nagyon biztosan halad előre a betegség is. Volt időszak, amikor nem kaptam még kezelést az elején, aztán utána több
sokféle terápia következett, de ezek mellett is, tehát az állapotom azért, mert most mások számára is feltűnő, bottal járok. De hát nem mindig jár bottal, hát ide a stúdióba is bot nélkül jöttünk be. Úgy. Hát nem először vagyok itt, és az ismert és sima terepen azért gyönyörű szépen tudok közlekedni. Otthonosabban mozog az ember? Tehát ez pszichésen hat az emberre, hogyha egy idegen helyen van, akkor bármennyire látja, hogy ott egyenes, akkor is bizonytalanabbul megy. Pszichésen is, de például mondjuk a kórház folyosóján is, tehát ahol már sokszor elmentem, tudom ám, hogy hol van fél centis mélyedés mondjuk a csempében, tehát ezt mondjuk észreveszem, tehát ahol már tudom. Igen. Akkor ott figyelek rá is, mert tehát az agyam, ez is fölülírja, de például a kórház udvaron, ahol kövek vannak, vagy térkő, hát azért bizony ott azért el kell egy kis segítség. De gyakorlatilag én ezt szoktam mondani lassan, de biztosan én szinte mindenhova eljutok, ahova szeretnék. Miben okoz nehézséget? Mert a betegséggel megbarátkozott, hogyha ezt a kifejezést használhatom, mert nem is tud mit tenni ellene gyakorlatilag. Igen, ez hosszú folyamat és idő volt, amíg elfogadtam, hiszen a orvos mindig azt mondják, hogy a legrosszabb beteg. Nem tud az ember őszintén és naívan bízni, tehát nekem mindig ott az összes lehetőség a fejemben. Persze próbálom azt hinni, hogy akkor ez a legjobb lehetőség, de mindig ott van a legrosszabb is, és azért és így nehezebb. És hogy tudja feldolgozni? Nyilvánvalóan ez olyan, hogy megvágja az ember az ujját, és rögtön arra gondol, hogy vérmérgezésben meghal. Ugye van egy ilyen sugallata ennek? A sima láz az nem lehet láz, csak maximum leukémia, tehát nehéz így a mindennapokkal, de próbál az ember. Tehát azért alapjában egy optimista személyiség vagyok, és hát egy kis sírdogálás, egy-két zsebkendő után mindig rájövök, hogy na jó, hát ha ezt tovább csinálom, akkor annak semmi értelme. Kinézek az ablakon, és az apró dolgoknak kell tudni örülni, mert hogyha mindennapokban egy kinyíló virágnak, egy kisütőnapnak nem tudunk örülni, akkor azt gondolom, hogy hiába várunk nagy dolgokat. Olyan nagyon nagy dolgok ritkán történnek az életben, ami azt mondom, hogy életre szóló boldogságot okoz. Ami napi örömért, a boldogságért minden nap meg kell dolgozni. Ezt nagyon sokszor olvassa az ember irodalomban, olvassa az interneten, és hogyha az interneten olvassa, vagy éppen baráti körben találkozik ilyen megnyilvánulással, akkor majdnem mindig a társul ehhez a fajta gondolkodáshoz egy nagy trauma. Tehát általában akkor kezd el az ember így gondolkodni, amikor mérlegel, amikor történik vele valami olyan, ami elgondolkodtatja, hogy hogyan tovább, megváltozik az értékítélete, megváltozik a képe, megváltozik a világra való ránézése egyáltalán. Az ön életében ezt a betegség indukálta? Azt gondolom, hogy igen, része volt ennek is, hogy tehát elindultam azon az úton, hogy nem gondolkodhatok úgy, ahogy eddig. Tehát sem magammal, sem másokkal szemben nem lehetnek óriási elvárásaim is. Egyébként az volt a legnehezebb magammal megbékélni, a saját gyengeségeimmel, korlátaimmal, mert az ember örökké elégedetlen. És azt gondolom, hogy ebben nagyon sok segítséget kaptam. Segít az Isten hit, segítenek a barátok, a családtagok, a szüleim, tehát akik gyakorlatilag közelebb költöztek, hogy a mindennapjaink része lehessenek. Nekem nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseim vannak, és például voltak műtéteim is. A tavalyi évben egy műtét kapcsán kicserélődtem, mert úgy jöttem vissza, hogy megláttam azt, hogy minden rosszban, minden egyes nehézségben van valami jó. Tehát kiderült, hogy kik a barátaim, mennyi ember mellettem áll, és mennyi ember került vissza elő az életembe, akik őszintén is igazán azt gondolom, hogy számíthatok rájuk. És ez nekem olyan hihetetlen erőt adott, hogy akkor döntöttem el azt, hogy én nem tartom magamban többé a dolgaimat, mert hogyha én kaptam segítséget, akkor adhatok is. Akkor kezdte a blogírást az interneten? Igen, tehát azt gondolom, hogy a gyerekekkel, az örökbefogadással, és felvállalva a gyengeségeimet, tehát a kétségeimmel együtt, mert ez a legnehezebb, én azt gondolom, hogy mindenki optimizmusra bíz, tehát mindenki a szép és a jó dolgokat látja,
nem mindig arra van szükség. Azt is kell látni, hogy vannak az ember életében nehezebb időszakok, és azt hogy élik meg, hogy lehet belőle a gödörből kikerülni, és hogyha erről nem beszélünk, hogy vannak nehézségei az anyaságnak, vannak nehézségei egy betegségnek, vannak nehézségei egy munkahelynek, egy orvoslásnak, egy párkapcsolatnak, egy szülő-gyerek viszonynak, akkor azt gondolom, hogy tehát azt hisszük, hogy ha mindenkinek minden rendben van az életében, akkor nagyon alul értékeljük magunkat. És azt gondoljuk, hogy hű, akkor mi rosszak vagyunk, és akkor, hogyha másnak minden szuper és rendben van, akkor valamit mi csinálunk rosszul. Holott ez nem így van, csak azért viszonylag kevesen beszélnek róla. Azt hogy élte meg, hogy orvosként feküdt ott a beteg ágyon, és ugye manapság sokat beszélnek a betegek az egészségügyi ellátás színvonaláról, a rossz szóról, a szúrós tekintetről, és kevesebbet a jó szóról. Ön ott nyilván ilyenkor azt mondja a hallgató, hogy persze egy orvos kivételezett helyzetben van, ha ott fekszik az ágyon a kollégái között. Tehát mégiscsak kiszolgáltatott, és mégiscsak beteg mi voltában fekszik ott. Ez így van. Egyébként most konkrétan a legutóbbi kezelésemnél éreztem azt, hogy tehát én is megértem arra, hogy igazán betegként és nem orvosként feküdtem az ágyon, tehát elfogadtam. Viszont azok a kollégák, akikkel napi munkakapcsolatban vagyok, tehát ők is valahogy egy picit úgy tudtak úgy hozzám állni, hogy mégse vagyok az a laikus beteg, akiket a szokásos alap gondolatokkal lehet végig megnyugtatni, és egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, tehát ahogy gondoskodtak rólam, ahogy figyeltek rám, hiszen nekem is ugyanúgy fáj egy injekció, nekem is ugyanúgy fáj egy szúrás, sőt, még rosszabb, hiszen tudom, amikor szakmai szemmel figyelem, hogy szúrnak, hogy fertőtlenítenek, tehát ez a kollégának sem könnyű, és akkor ezeket a dolgokat nekik is, nekem is el kell engedni. Maga az immunterápia egyébként, ez fájdalmas nem, volt? Nem, de tehát azért egy kis mellékhatás, tehát én még soha nem éreztem kezelés után így azért fáradtnak magam, és annyira pozitív volt, hogy tehát volt, aki hazavigyen, volt, aki másnap a munkahelyre behozzom, mert hogy én másnap jöttem dolgozni. Nem sok időt hagyott magának akkor. Egyébként ez a titkom, tehát nem szabad befeküdni az ágyba. Van is miért kikelni, hiszen a két fiú mellett azért nem nagyon happy mindig van program. És az tényleg olyan jó dolog, hogy a család segít. Tehát, hogy amikor látják rajtam, akkor már nem terhelnek, hanem megértették azt, hogy most kell inkább elvinni a fiúkat játszótérre, vagy a volt párom, az apjuk is. Tehát azért részt vesz az életükben, nevelésükben, és azt gondolom, hogy tehát azért ilyen szempontból próbálunk egy picit kompromisszumot kötni, hogy látja azt, hogy azért szükség van arra, hogy egy kicsit egyedül is legyek. Kedves doktornő, soha nem kérdezték meg a barátok, a családtagok, azt soha nem kérdőjelezték meg a döntését, vagy a döntésüket, amelyet meghoztak egykoron, amikor Andrist és Danit örökbe fogadták, és már tudta, hogy beteg, és azt is tudta, hogy ez milyen betegség. Igen. Megkérdőjelezték? Meg. Hogy védte meg magát? Vagy maga előtt hogy védte meg? És rögtön két gyereket, nem egy gyereket. Nem egyszerre. Na de hát kettőket. Úgy értem, hogy a én vállalás gondolom, szempontjából. Hogy ez volt az egyetlen döntés. És ez az, ami nekem segített, hogy tehát anya legyek, hogy legyen minden napomnak értelme, hogy továbbadhassam azt a tapasztalatot, azt a tudást, amit én egy életen át próbálok megszerezni. Nem haragszik, hogyha közbe vágok, és nem bántóként mondom, nem volt egy kicsit önző elgondolás ez, hiszen ha valaki akkor ön, mint orvos tudta, hogy eljön majd az az idő, amikor a gyerekeknek azt kell mondani, hogy nem tudom mama menni veletek, mert nem tudok, mert fáradt vagyok. Végül is egy kicsit megfosztatnak attól az édesanyai feelingtől. Ez az örök nagy dilemmám, tehát amikor elpityeredek, akkor mindig ez a legnagyobb elkeseredésem, hogy nem tudok úgy és teljes értékű emberként, anyaként részt venni, ahogy én ezt elképzeltem. De hogy én mennyit tanulok ezáltal magamról, hogy a gyerekeim mennyire elfogadók, az hihetetlen, és azt gondolom, hogy ők is, meg van mind a két fiúnak a saját élete, története, nehézsége, talán erről majd egyszer beszélgethetünk. De azt gondolom, hogy olyan hihetetlenül empatikus gyerekek, a nagyobbik fiam, tehát oklevelet kapott az iskolában a segítőkészségéért, és nem véletlen, hiszen én azt gondolom, hogy neki a sors és életfeladata is ebből áll,
hogy... Másokon segítsen? Igen, tehát, hogy ilyen szempontból ő valami hihetetlen, és mellettem rengeteg dolgot tanul elő, igyekszem nekik felhőtlen gyermekkor biztosítani, és azt gondolom, hogy mindig ezzel próbálom magam nyugtatni, amikor ezek a rossz gondolatok föltámadnak, hogy tehát soha nem lehet tudni. Tehát azok a gyerekek, akiknek autóból esetben halnak meg a szülei, vagy gyakorlatilag daganatos betegek lesznek kisgyerekkorban is, és elhaláloznak, azt sem tudják előre. Tehát én tudtam, hogy ez a betegség ilyen, egy fáradt anya is anya, és azt gondolom, hogy nekem is meg kell tanulni, hogy fáradtan is nagyon-nagyon jó anyának lenni, nekik meg kell tanulni, hogy egy fáradt anyát tolerálni kell. Sok-sok örömet lejje a gyerekekben és a munkájában még a jövőben. Dr. Egervári Erzsébet, aki a Csillagpont Rádió vendége volt. Köszönöm a beszélgetést.